Fegyveres terrorelhárítók biztosították a kamiont, aminek a rakterében 97 migráns utazott. Dunaföldvárnál állították meg a rendőrök a teherautót november 10-én. A 23 éves moldáv embercsempész másnap már bíróság elé is állították. A tárgyaló teremben arról született döntés, hogy 30 napra letartóztassák ki az illegális migránsokat szervezett bűnözői hálózat tagjaként segítő férfit. Ez volt az elmúlt időszak legnagyobb hasonló rendőrségi fogása Tolna megyében, de szinte egymást érik az embercsempészek bírósági tárgyalásai az országnak ezen a részén. Csak november első felében 10 ilyen ügyben született ítélet. Mind a 10 személy elítélésre került, mindegyikőjük elsőfokú ítéletet kapott, ezek az ítéletek mindegyike végrehajtandó szabadságvesztés különböző időtartamokban, a 2 évtől 4 évig terjedő szabadságvesztési intervallumokban szabtak ki büntetést a bíróságok. Ezzel viszont még nem ért véget az embercsempészek miatt a bíróságokra nehezedő nyomás. A vádlottak ugyanis minden esetben fellebbeztek, vagyis másodfokon is tárgyalni kell majd az ügyeiket Tolna megyében. Emellett további 8 személyt letartóztatásba helyezett a Szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája, ugyanezen rövid időn belül. Ezekben az ügyekben nem volt lehetőség az azonnali bíróság eléállításra, további nyomozati cselekvényeket végez a nyomozó hatóság, ezért a bíróság letartóztatta az elkövetőket, és majd a bizonyítás után kerülnek bíróság elé. Vagyis ez azt jelenti, hogy a már első fokon elítélt 10 embercsempész másodfokú tárgyalása mellett 8 egyéb illegális migrációval összefüggő bűncselekmény miatt is tárgyalásokat kell kitűzni Tolna megyében.